Modern eszközökkel felszerelt traktorját mutatta be stábunknak egy mezőgazdasági őstermelő. Csordás Nándor a Baranyai Bakócán működteti növénytermesztő és állattenyésztő vállalkozását. Két uniós pályázatnak és a kormány támogatásának köszönhetően mintegy 200 millió forintból valósíthatott meg fejlesztéseket telephelyén. Az eszközbeszerzés és a digitalizáció területén végzett beruházásokat. Nagyon-nagyon elmentek az input anyagok ára, ezáltal precízen, pontosan, hatékonyabban, 2 centi pontossággal tudunk vetni, centi pontossággal tudunk kaszálni, vegyszerezni, betakarítani, és mindent látunk számítógépen összesítve. Nándor vállalkozása is jól mutatja, hogy Baranyában milyen fontos ez az ágazat. Ritlinger József elmondta, hogy megyénkből pályáznak a legtöbben az agrárszektorban, egy ilyen fejlesztés pedig nagy előrelépés lehet. Ezzel sokkal hatékonyabbak lesznek akár a kaszálások, akár a bálázások, akár a behordások, minden sokkal jobban megtervezhető lehet. Most ezt el tudjuk érzelni, hogy el van mentve például egy kaszálónak a táblája, akár középről is el tud kezdeni egy gép kaszálni, bármilyen irányba azt a műveletet teljes mértékben a legkisebb fogyasztással fogja tudni elvégezni, és a legkisebb embererő igényel. Nándor telephelyén egyébként 10 ember dolgozik nap mint nap. Az eseményen kiemelték, hogy egy ilyen kis településen ez óriási eredmény. Számít.